Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Norbi vagyok, és 22. február 17-én volt a hajbeültetésem itt a HIM klinikán. Kb. Előtte pontosan egy évvel kezdett el drasztikusan hullani a hajam. Nyilván tudtam amúgy, mert genetikailag is ezt örököltem, hogy majd az elkövetkezendő években kopasz leszek, de ebben az elmúlt egy évben nagyon gyorsan történt mindez, és nem gondoltam volna meg, hogy ilyen hamar be fog nálam ez következni, és akkor merült fel ez a kérdés, hogy mikor vállalom be a hajbeültetést. Azért választottam a HIM klinikát, mert körbenéztem amúgy, hogy Magyarországon milyen hajbeültetési klinikák vannak, és ezt tetszett nekem a legjobban. Körbenéztem, hogy milyen képek vannak, nagyon szép rendezett volt, megnéztem a véleményeket róla, és nagyon szimpatikus volt számomra. Őszinte leszek, felvettem a többiekkel is a kapcsolatot, de viszont nem olyan szépen nyilvánultak meg felém, nem volt olyan gyors a válasz a kérdéseimre, illetve telefonon is olyan szépen kedvesen beszélt velem Niki, azonnal kaptam válaszokat, és teljes mértékben elégedett voltam a HIM klinika válaszával, gyorsaságával, úgyhogy teljes mértékben elégedett vagyok vele. Meglepő, hogy a hajbeültetés napja jó. A nap kezdetén még nem érkeztem, egy kicsikét izgultam, tartottam tőle, de ahogy egyből megérkeztem ide, nagyon kedves volt a fogadtatás, mindenki beszélt velem, és hamar megnyugodtam, kaptam egy külön öltözőt, kaptam egy kis cuki táblát, amire kedves Norbert, üdvözlünk a HIM klinikán, felirat volt, külön kis rágcsálnivalókat kaptam, és olyan megnyugtató volt, meg olyan otthonos volt az egész, a doktornő, meg igazából az összes személyzet, mindenki pozitívan és kedvesen álltak hozzám, és nagyon megnyugodtam, és hiába műtét volt, de kellemesen éreztem magam. A beültetett hajam kb. Úgy két hétnél kezdett el nőni. Meglepő, de hátul nagyon jó volt a donor terület, aztán nagyon gyorsan kezdett el előnőni, úgyhogy egyáltalán nem látszódott a szintkülönbség, nem látszódott, hogy hajbeültetési műtéten volt. Az életem annyiban változott, hogy sokkal kellemesebben éreztem magam. Reggel, mikor felkeltem, mentem a mosdóba, megnéztem magam a tükörbe, elégedetten néztem be a tükörbe, hogy ó, végre van hajam, kellemesebben, és jobb hangulattal mentem társaságba, jobban mertem megmutatkozni, illetve jobban bevállaltam onnastól kezdve a képeknek a készítését. Azelőtt mindig nehézkes volt nekem a képek készítés, hogy fésüljem a hajamat, illetve ugyanez, mikor társaságba mentem. Minden férfinak, aki hajvesztésben, hajhullásban szenved, azt ajánlom, hogy mindenféleképpen vállalják be ezt a hajbeavatkozás műtétet, mert tényleg megéri, onnastól kezdve stresszmentes lesz a napja, boldogan fog majd a tükörben nézni, kellemesebben fog majd társaságba megnyilvánulni, jobban meri bevállalni a képeket. Én mindenkinek azt ajánlom, hogy ne féljenek tőle, és vállalják be mindenféleképpen.